olyan szempontból mi szerencsések vagyunk, hogy a Jóisten hűsége az olyan megkérdőjelezhetetlen. Tehát, hogy mindig van egy biztos pont, amire lehet támaszkodni, hogy ezt az ember aztán milyen lelki állapotban teszi, az nyilván nagyon sok külső tényezőtől függ. Nagyon mélyen érintett engem, hogy minden alkalmatlanságom meg gyöngeségem ellenére azért az Úristen maradéktalanul elfogad engem. És talán egyszerűen így lehetne ezt megfogalmazni, hogy ő nem teremt selejtet. Tehát értékes vagyok a számára, és az életem, amit tőle kaptam, ez is értéknek számít előtte. Olyan értéknek, amit oda is adhatok valamire. És hát nagy ajándéknak tartom, hogy elfogadja napról napra tőlem ezt a silány, de mégiscsak neki szánt odaadásomat. A ferences lelkiségben legfontosabb az, hogy a másikért, az embertársamért létezni. Számomra nem hiába valóság, annak ellenére sem, hogy sokan úgy gondolkodnak a szerzetességről, hogy valami elől esetleg el akarom menekülni. De ez nem menekülés, hanem az ember lemond a világról, és azzal, hogy lemond a világról, a világnak él. Ezért a szerzetesség nem semmi, hanem az a teljesség, amelyben az ember megtalálja önmagát. Valahogy azokat az értékeket kellene megélni, vagy ezt a karizmát, amelyet Szent Ferenc mutatott a világnak, csak egy más formában, mint mondjuk 800 esztendővel ezelőtt. Az eszközök, a formák biztos, hogy más, de az alap az ugyanaz. És hát ez nem más, mint az a sajátos Isten kapcsolat, amely Szent Ferencet jellemezte, a minoritás kicsinylét, amely mindig is nagyon fontos volt a ferencességben, a testvéri élet, ami szintén evangélium hirdetése, a derű. Az, amit Ferenc 800 évvel ezelőtt föl tudott mutatni, az épp úgy ma is igaz. Ezek az alapértékek, ezekre ma is szomjas a világ. Nagyon sok magányos ember van, nagyon sokan megcsömörlöttek a materiális dolgok keresésétől. Ezek biztos, hogy ezekre egy jó válasz az, ami a ferences válasz. Az egész életemet egy jó Istennek te szolgálatként élem meg, ami nyilván az imádságból fakad, és szerintem a szerzetes az a mai világban Istenre mutat a mi életállapotunk. Isten van a középpontban, és akár utcán, vagy bárhol megfordulunk, látnak bennünket az emberek, akkor valahogy Istenre irányítjuk a tekintetüket. Tehát egyfajta ilyen közvetítő szerepet látok a jó Isten, illetve az emberek között. Az én hivatásom az főképpen egy hosszú-hosszú zarándokút alkalmával formálódott. Assisi felé gyalogoltunk hosszú napokon, heteken át, és egy hosszú út során persze beszélgetésre is volt alkalom, ez egy osztályközösséggel történt, de azért sok csend is volt, és a gyaloglásnak egy monotonitásában és hosszú-hosszú csöndekben érlelődött meg bennem ez a döntés. Szegénység, tulajdon nélküliség, ahogy Szent Ferenc szerette használni, tisztaság és az engedelmesség. És sokan azt gondolják, hogy ez a három fogadalom, ez csupa lemondást jelent, de azt hiszem, hogy egész más oldalról kell megközelíteni. Ezek sokkal inkább igen mondások valamire. A Jóistennek a szeretetére, ami betölt bennünket, és ez a három megnyilvánulása van a mi válaszunkban. És nyilván ennek vannak olyan következményei, hogy bizonyos dolgokról az ember lemond, de ez nem teherként éli meg, vagy ilyen hihetetlen nagy önmegtagadásként, mert ott van a,
a mérleg másik serpenyőjében valami sokkal értékesebb, ami miatt érdemes ezt vállalni, ezt az életformát, és pont. Nyilvánvalóan örömvetelivé teszi egyrészt az, amikor a hivatásnak az alapjaihoz tér vissza egy pillanatra az ember, amikor egyszerűen olyan Isten élménye van, olyan imádságban van része, olyan megtapasztalásban, amiben visszaigazolva látja, hogy érdemes ezen az úton élni, vagy ebben a hivatásban élni. Nehézi a hivatást elsősorban szerintem mindig a belső küzdelmek teszik. Tehát én azt gondolom, hogy akár az engedelmességet, akár a celibátust, szüzességet, akár a szegénységet. Valamikor könnyebb megélni, valamikor nehezebb, de azért ez egy nagy tapasztalat, hogy amikor nehezebb, akkor az általában nem külső körülményektől függ, hanem saját magam helyzetétől, belső lelki világomtól. Tehát mondjuk nyilván azok a nehéz időszakok, amikor az ember azt éli meg, hogy belül úgy támaszok nincsenek meg, vagy kicsúszott a talaj, és akkor küzdelmes tud lenni. De ez nem annyira külsőtől függ, mert akkor általában minden küzdelmes, hanem valóban ott belül kell olyankor rendet rakni, vagy keresni a belső forrásokat, hogy tovább tudjunk lépni. Én nekem nagyon fontossá vált a közösségnek a megtartó ereje. Az, hogy ezen az úton nem egyedül vagyok, hanem nagyon közel érzek magamhoz másokat is. Azt szoktam mondani, hogy mint amikor egy biciklitúrán vagy egy hosszú gyalogtúrán vagyunk, mindenkinél máskor jön el egy holdpont. És amikor éppen én kerülök nehéz helyzetbe, vagy olyan időben, amikor úgy érzem, hogy nehéz folytatni, akkor a holdponton át segít a másik lendülete. És amikor másikat látom elfáradni magam mellett, akkor esetleg én lehetek a segítségére. Mély vágyakozás van bennünk arra, hogy elfogadjanak, hogy ki tudjuk magunkat bontakoztatni másokon keresztül, vagy mások segítségével, és szerintem erre a testvériség, a testvéri közösség az, legalábbis az én életemben minden hibájával, meg emberi gyarlóságával együtt egy nagy lehetőséget adott és ad minden nap.